Az első helyezett dupla matrica csomagot kap, ez pedig Petya. Itt éppen a kerékpáros ügyességi verseny eredmény hirdetése történik az Implomiskolában lévő napközis táborban, melynek győztese Botás Péter lett, aki jól érzi magát ebben a közösségben, ahol már nem először vesz részt. Tegnap voltunk a kalandparkban, ma fogunk menni a vízi biciklizni, és nagyon jó a hangulat. Hosszú évekre visszamenőleg rendezi meg a város azt a napközis tábort, melynek idén is az Implom általános iskola ad otthont. Ez az intézmény minden szempontból ideális a gyerekek számára, hiszen a sportolási lehetőségek mellett játékos, vetélkedők és más szabadidős programok lebonyolítására is ideális. Emellett szervezett formában látogatnak el a táborlakók a kalandparkba, a várhoz vízibiciklizni, kisvonatos városnézésre is lehetőség van, vagy éppen a könyvtárat látogathatják meg. Ami nagyon fontos, hogy nem kell előre bejelentkezni, bármikor bármennyi időre elvihetik a szülők a gyerekeket, ahol igazi közösségben érezhetik magukat. Annál jobb, mikor minél több gyerek együtt van, tehát itt hiába vigyáznak nagymamák, nagyapák, vagy bárki a gyerekekre, itt minden előfordul a táborban. Vagányok, rosszalkodnak, mindenféle programba bekapcsolódnak, előfordulnak problémák, de hát az a gyerekek életkori sajátossága, ezek természetesek. Egy biztos, hogy a körbenéz az ember, látja, hogy mindenki jól érzi magát, és hát közösségformáló hatása van, és nagyon nagy barátságok alakulnak itt is ki a gyerekek között. A tábor ideje alatt számos olyan programot biztosítanak a gyerekeknek, melyeket külső intézmények, szervezetek segítségével bonyolítanak le. Lesz rendőrség és tűzoltó bemutató, de eljönnek a gyulai egilitisek is. A táborban naponta 3 pedagógus biztosítja a felügyeletet, a gyerekeket már reggel 7-től várják, egészen délután 4 óráig.